Sziasztok! A Bad Movies legújabb élmény beszámolójában a Pi életéről lesz szó, mely a nem olyan régen bemutatott Felhőatlasz mellett az év egyik nagyon különleges és nagyon egyedi alkotása, és szerintem a Felhőatlaszhoz hasonlóan az év egyik legjobbja is. De rájöttem, hogy az előző jó pár hónapban csak pozitív filmek, tehát csak pozitív élménybeszámolók voltak, csak jó filmekről, ezen jövőre változtatni fogunk, mert komolyan mondom, már én unom, hogy mindent dicsérek. De hát most ez van. A Pi élete egy iszonyatosan jó film, nekem nagyon-nagyon tetszett, és aki nem hallott róla, röviden a sztoria annyi, hogy egy srác, akinek az apja egy állatkertet, tehát egy állatkert tulajdonosa, eladják az állatkertet, és az állatokkal együtt Indiából Kanadába hajóznak, azonban a hajó elsüllyed, és mindenki meghal, kivéve a srácot, aki egy mentőcsónakban több mint egy hónapot tölt el egy bengáli tigrissel az oldalán, ami hát bárhonnan nézzük, nem éppen egy ilyen hűde kellemes dolog, és igazából erről szól a film, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy másfél órán keresztül ott vannak egy csónakba a tigrissel, és hát próbálják elviselni egymást idézőjelbe. A kisrác menekül a tigris elől, egy ilyen, hogyha nagyon gonosz akarok lenni, egy ilyen másfél órás Tom és Jerry show az egész, de azért ennél komolyabb filmről van szó. Fú, iszonyatosan látványos a film, nagyon-nagyon dinamikus, nagyon változatos, és esztétikailag egy tömör gyönyör az egész. Szerintem a legjobb látvány Oscarnak nem szabad máshova kerülnie. Oké, hogy volt idén Bosszúállók, meg John Carter, meg tudom is én. Egyszerűen amit itt látunk, az fenomenális, annyira szép. És ráadásként az összes állat, én úgy tudom, hogy CGI animációval készült, vagy legalábbis nagyon minimálisan használtak élő valódi állatokat. Hogyha én ezt nem tudom, egyszer nem dőltem volna be a CGI-nak, annyira iszonyatosan jól sikerült, tehát a tavalyi Majmok bolygója lázadásra ez köröket ver, annyira királyul sikerült. Úgyhogy már csak a látvány miatt is mindenképpen meg kell nézni, ja, és ráadásul a 3D, nagyon-nagyon régen éreztem ennyire jónak a 3D, talán a John Carter volt az utolsó, ahol ennyire bele tudtam mélyedni, tehát ahol ennyire jól használták a 3D-t. És tehát látványilag kifogástalan a film, az év messze leglátványosabb filmje a Pi élete. Ami még nagyon erős, tehát ugye esetleg lehet, hogy sokakat elijeszt az, hogy itt tényleg ennyi, tehát másfél óráig hömpölyögnek ebbe a csónakba a tigrissel, de mindez nagyon izgalmas, és egyáltalán nem unalmas. Tehát sokan mondták, hogy ez egy regényből készült, amit nem olvastam, lehet, hogy elfogok egyébként különböző okok miatt, mert voltak dolgok, amik nem tisztázódtak nekem a film alatt, de ezt erről majd később beszélek, de szerintem baromira jól van felosztva a játékidő, egy pillanatra nem ül le, legalábbis itt a csónakos rész alatt, de erről is majd később, szóval folyamatosan van valami, tehát ezt ne úgy képzeljétek el, hogy ez egy ilyen spirituális utazás, ami ilyen dögunalmas, ilyen nagyon látványos, de semmit mondó ilyen vizuális effektekkel, meg ilyesmiket tarkítva van. Igaz, hogy a filmnek van egy ilyen íve is, de nem ez van kidomborítva, hanem itt egy tényleg valóságos helyzetet látunk, hogy mit csinál ez a srác, hogy egyáltalán túlélje azt, hogy egy csónakban van egy bengáli tigrissel, és ez baromira szórakoztató, tehát van benne humor, van benne akció, van benne minimális dráma, meg szóval tényleg meg van csinálva, tényleg ott küszködik ezzel a tigrissel, hogy próbálja először menekülni előle, aztán egy kicsit megnevelni, és ez baromira jól meg van csinálva. Szóval egyáltalán nem unalmas, és akik esetleg attól ijedtek meg, hogy azért nem akarják megnézni, mert azt olvasták a filmről, hogy ez egy ilyen spirituális utazás, mert az, de ne ijedjetek meg, ez nem egy ilyen hardcore művészfilm, egyáltalán nem, ez egy teljesen fogyasztható kalandfilm, ami a végén egyébként egy fordulattal kap azért egy elég durva drámai mélységet, illetve egy új síkra helyezi az egészet, ami nagyon jó szerintem, tehát nekem tetszett ez a fordulat, de talán nem minden részletében volt teljesen következetes. Én úgy éreztem, lehet, hogy csak én voltam tehát én nem voltam elég belátó vele szembe, de ezért mondtam, hogy el akarom olvasni a könyvet, hogy ott hátha több részlet a helyére kerül, mert bár a hatása megvan ennek a végén ennek a csavarnak, de hogyha egy kicsit jobban belegondolok,
Én még jó pár dologra kíváncsi lennék, hogy mit hova lehetne elhelyezni, de most többet nem akarok, mert nem akarok spoilerezni, mert egyébként tényleg egy elég érdekes és eléggé hatásos fordulat van a végén. Egyetlen hibája van ennek a filmnek, ami szerintem kicsit aláás az egésznek, hogy ugye mondtam, hogy másfél óráig hömpölyögnek a csónakba, ez így van, és ez tök jó, viszont a film több mint 2 órás, és már megint ugyanabba csúsztuk bele, mint amit már a Hobbitnál is beszéltünk Logannel, hogy fölöslegesen van elnyújtva, de ezúttal a film eleje. Tehát az első 3/4 óráig így egész konkrétan semmi nem történik, és amíg tart ez az első 3/4 óra, addig azért nem olyan vészes ez a dolog, mert jó, történnek dolgok, de azoknak a dolgoknak nincsen semmi kihatása, vagy legalábbis nem annyi, mint amennyi ideig tartanak, akkora kihatással nincsenek a későbbi jelenetekre, hogy ez indokolt legyen. Hogy a hosszú mondat volt? Értelmes volt ez így? Na majd mondjátok meg, hogy ez értelmes volt, mert én már nagyon nem tudom. Tehát túl sokáig tart az eleje, és az ottani kb. 45 percben lévő jelenetekből én 25 percnyit simán ki tudtam volna vágni úgy, hogy a végén ugyanazt a katarzist érezzük, ugyanazt a jelentéstartalmat át tudjuk venni. Szerintem fölösleges sem volt az eleje elnyújtva. Én elhiszem, hogy a könyvben is így volt, ha így volt, elhiszem, elfogadom, de szerintem simán ki lehetett volna, mert nem adott semmi plusz tartalmat hozzá. Azért voltak persze jelenetek, amik fontosak voltak, de mondom, rövidebbe is össze lehetett volna zsúfítani. Hát igazából ennyit tudok a Pi életéről elmondani. Mindenképpen érdemes megnézni ezt a filmet. Ne ijedjetek meg, tényleg ez nem egy ilyen nagyon nehezen befogadható ilyen, tehát nem olyan, mint mondjuk a Felhőatlasz vagy a Forrás, hogy így teljesen oda kell, tehát teljesen át kell szellemülnöd hozzá, nem. Abszolút fogyasztható, és ezeket a más síkon történő értelmezést is abszolút meg lehet oldani, tehát nem kell hozzá bölcsészkori diploma, de önmagában is nagyon szórakoztató, tehát ha esetleg semmi nem jön át ezekből a spirituális dolgokból, akkor is baromi jól fogsz rajta szórakozni, mert a szimpla történeti síkon is marha jól működik az egész. Nagyon jó, nem beszéltem a kisrácról, ő is nagyon jól alakít, tehát abszolút elviszi a hátán az egészet, és egy nagyon dinamikus, nagyon látványos, fordulatokban gazdag, izgalmas és nagyon egyedi film, és ez igazából talán a kulcs szó, hogy végre a Felhőatlasz után megint egy olyan film, ami tényleg nem egy ilyen könnyen elhelyezhető darab, és végre ez alatt is azért úgy érezheti az ember, hogy nem igazán biztos benne, hogy tudja, hogy mi fog következni, és ez tök jó azért azok után, hogy az ember azért egyre több tucat darabot lát a mozikban, amik nem feltétlenül rosszak, csak mégis kiszámíthatóak. Ez végre egy ilyen teljesen kiszámíthatatlan, és ezáltal nagyon-nagyon emlékezetes és szórakoztató film. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!